Szó parancsoljon. Elnök úr, 6 éve kormányoznak, önök is tudják. 6 éve kormányoznak, mondják, mondhatják joggal, nőtt a minimálbér, főleg a bruttója. Mi van a nettójával, meg mi van a vásárlóerő értékével? Azt is tudják, csak azt nem mondják. A bruttójával tudják, az van, hogy 6 év leforgása alatt több mint 50%-kal nőtt. A nettójával most a nagy emelés kapcsán összességében 23%-kal. És közben 18%-os infláció volt általánosságban, de ha az élelmiszer árak tekintetében nézzük a dolgot, ami ugye jó vetítési alap azok esetében, akik mondjuk kis jövedelműek, hiszen élelmiszerre költenek a legtöbbet, hát akkor ott még rosszabb a helyzet, ott nagyjából a minimálbér nettójának az emelkedése és az élelmiszer inflációja az egybevág egymással. Azt kell tehát mondanom, hogy miközben plakáthegyeket hirdettek, egyik oldalon addig, másik oldalon a minimálbér nettóját érintően semmit nem csináltak. A vásárlóerő értéke nem nőtt ennek a pénznek, sőt, 5 éven keresztül csökkent. Magas élőmunka teher van a minimálbéren. Mindenki tudja, tisztában van vele, mégsem kívánnak rajta csökkenteni. Ha megnézik a visegrádi négyeket, akkor is látják, hogy ez így van. Magyarországon a minimálbér bruttójának a 66,5%-át kapják meg az emberek kézbe. Más a helyzet Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Szlovákiában 82, Lengyelországban 85, Csehországban 89%-át kapják kézhez az emberek. Vagy ha átformáljuk az ott megkapott minimál béreket, forintosítjuk, hogy mit is érnek azok a pénzek, akkor az a helyzet tárulkozik elénk, hogy Csehországban meghaladja a 100 000 forintot, Szlovákiában szintén 107 000 forint, és Lengyelországban még 110 000 forintnak megfelelő a nettója a minimálbérek. Miközben Magyarországon nem éri el a 74 000 forintot sem. Összességében a régióban, nem csak a visegrádi négyek vonatkozásában, hanem a régióban is válságosnak mondható ez a helyzet, a magyarországi helyzet, hiszen ez az a pénz, amiből tisztességesen nem lehet megélni. Valójában tehát nagyon egyszerűek a kérdéseim. Mikor fogják már végre a minimál bérnek a nettóját kézzelfogható módon emelni, úgy, hogy a vásárlóerő értéke is érezhető módon nőjön? Hogyha azt mondják, hogy a gazdaság működik, és oly régen ezt mondják, akkor miért nem cselekszenek e tekintetben, miért nem lépnek ebben az irányban? És mondják, a visegrádi négyek tekintetében mikor fogja elérni a magyarországi minimálbér nettója mondjuk a lengyelt? Mikor lesz 110 000 forintnak megfelelő értékű? Ezekre az egyszerű kérdésekre kérem, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Az elhangzott kérdésre a választ Cseresznyi és Péter államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Bizonyára elkerülte a figyelmét, míg a kérdéseit fogalmazta meg, hogy nem Magyarország kormánya határozza meg a minimálbért. A kormány eddig is és a jövőben is tartózkodik, és tartózkodni fog attól, hogy egy oldalon állapítsa meg a fizethető legkisebb bérösszegét. Messze menően figyelembe veszi mindig a szociális partnerek véleményét. Ennek megfelelően kormányra kerülésünk óta a minimálbért a szakszervezetekkel és munkaadókkal történő egyeztetés eredményeképpen legtöbbször teljes konszenzus alapján emeltük meg minden évben. Így lehet beszámolni arról, hogy 2010 évi 73.500 forintról mára 111.000 forintra nőtt a minimálbér összege. Ahogy ön is mondta, ez egy 51%-os emelés, a fejlett országokat tömörítő OECD tagállamok közül a legmagasabb mértékűnek tekinthető. Képviselő úr valószínűleg egy nemrég megjelent cikkből idézte kifogásait a magyar minimálbérrel kapcsolatban, annak nettó értékének elmaradását a visegrádi országokhoz képest. Most tekintsünk el attól, hogy az egyébként nagyon fontos körülménytől, hogy a bérek nemzetközi összehasonlítását nem a valutapiaci árfolyamok alkalmazásával, hanem a nemzeti valuták vásárlóerő paritásának a figyelembe vételében érdemes elvégezni, és ebben a helyzetben sokkal jobban állunk, mint ahogy ön ezt felvázolta. Ezért aztán a visegrádi államokkal való összevetés is csalóka akkor, ha csak az általános adózási feltételekkel számolunk.
Hazánkban ugyanis az egykulcsos adózás jelentős családi adókedvezménnyel együtt került bevezetésre, és kérném ezt figyelje, az eltartott gyermekek után érvényesíthető kedvezmény több lépésben még bővítésre is került, így a 2016. évi 73.815 forintos nettó minimálbér családi kedvezmény nélkül éltendő csak, ami egy gyermek nevelése esetén már 10.000 forinttal, két gyermek esetén 25.000 forinttal növekszik havonta. A három vagy több gyermekes munkavállaló pedig gyakorlatilag levonások nélkül készhez kapja, csak nem teljes összegében a bruttó 111.000 forintos minimálbért. Tehát ezt már össze lehet hasonlítani, és talán itt különbözik a két ország, vagy a felsorolt ország és Magyarország családpolitikája, adópolitikája is a többiekétől. Amennyiben a 2010-től bekövetkezett változásokat nézzük, akkor a nettó minimálbér családi kedvezmények nélkül 22,5%-kal emelkedett 6 év alatt, de a családi kedvezmény következtében az egygyermekes munkavállalóknál a nettó gyarapodás 39%-os, a kétgyermekeseknél 64%-os, a háromgyerekeseknél pedig 79%-os. Ha figyelembe vesszük, hogy ezen időszak alatt a fogyasztói árak mindössze 13%-kal növekedtek, ebből 2016-ra 1,6%-kal számolunk, akkor láthatjuk, hogy a minimálbér reálértékben is igen komoly növekedés következett be 2010 óta. Egyébként javaslom önnek, hogy 2002 és 2010 közötti hasonló adatokat hasonlítsa össze, számítsa össze, és ebben az esetben szerintem érdekes megállapodásokra tud jutni. Összefoglalva, a kormány a szociális partnerekkel egyeztetve eddig is emelte a minimálbért, és erre törekszik a jövőben is. Természetesen a gazdasági feltételek és a gazdaság fejlesztése segítségével teszi mindezt. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelettel kérdezem Gurnándor képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! Úgy látom, államtitkár úr, mindegy önöknek, hogy a politika, a szakszervezetek, a civil szféra, vagy bárki mondja is azt, ami van valóságban, az nem számít, az önöket nem hatja meg. Nézze, emlékszik a költségvetés tervezésére? Ha nem, akkor a figyelmébe ajánlom. Lázár bemondta akkor, hogy mennyi lesz a minimálbér. A költségvetés tervezésekor évközben. Egyébként meg tudja az, hogy mennyi adó meg járulék teher van a minimálbéren, azt a kormány határozza meg. A kormánynak a mohóságáról kellene lemondania, hogy nem adóterheket kellene, több adóterhet az emberekhez zúdítani és kizsákmányolni az embereket, hanem és az embereknek kellene odaadni ezeket a forrásokat. 6 éven keresztül meglopták az embereket, a minimálbéres embereket, kevesebb pénzt adtak neki. Belehazudtak az orcájukba plakátok sokaságán keresztül. Akkor tesznek majd valamit, ha minimum 100.000 forint nettó lesz a minimálbér. Lebegjen mindig a szemük előtt a visegrádi négyek minimálbére forinton átszámítva. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, mint hallhattuk, Gurnándor képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt házat, elfogadja-e azt? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az államtitkári választ. 113 igen, 32 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Ezzel az interpellációs kérdések végére értünk. Most 2 perces technikai szünetet rendelek el, és onnan az azonnali kérdések órájával folytatjuk.